Oké, talán ez nehezen lesz hihető, de képzeljétek el, hogy ha a gameplay bemutatót tartanak a fejlesztők, akkor az egyszeri újságíró, jelen esetben én, kezeivel néha légkontrollerezni kezd. Talán ez a legjobb szó erre, még ha nem is létezik. Egyszerűen azt képzeli, hogy már ő játssza a játékot, igyekszik minden apró részletet megfigyelni, bevonódik az élménybe. Nagyon nagy öröm és boldogság, hogy a mostani Capcom prezentáció, amelynek szerencsésen részese lehettem, pillanatok alatt magába szippantott és elhitette velem, hogy én már nagyon akarom játszani a Resident Evil 4 remake-et. Hogy mit láttam pontosan és miért érzem ezt, az hamarosan kiderül, de először nagyon hálás lennék, sőt, mindannyian nagyon hálásak lennénk, ha feliratkoznátok gyorsan a csatornánkra, ha mindez még nem történt meg. És vágjunk is bele, mit várhatunk a Resident Evil 4 remake-től. Őszintén szólva, nem gondoltam, hogy a már egyszer kellemesen ránc felvart Resident Evil 4 valóban remake-re szorulna. Jobban szeretem, ha új történeteket mesélnek el nekem, és a legutóbbi belső nézetes epizódok is szívemhez nőttek már. Ezzel együtt be kell ismerni, a Resident Evil 3-at leszámítva, ami talán egy picit ballépés volt, a Capcom nagyon érzi a remake műfajt, okosan nyúl az eredeti műhöz, alaposan kipolírozza a látványt, de közben a játékmenet fontosabb elemein is csavar annyit, hogy a legkeményebb rajongó szemöldöke is felfusson párszor, kapjon új ingereket, felfedezésre váró területet, immerzívebb harci élményt, vagy merészebb horror hangulatot, ami láthatóan a negyedik résznél is alapvető koncepció volt. A most látottak alapján a Resident Evil 4 remake jó eséllyel ismételheti a második rész sikerét és minőségi magasságait. Nehéz egyébként számon tartani, hogy hány különböző platformra, mennyi formátumban tette már tiszteletét az eredetileg 2005-ben GameCube-ra megjelent játék. Még ugyanebben az évben jött a PS2-es port, ami az Ada Wong-ra koncentráló Separate Ways mellékággal bővítette a történetet, majd 2007-ben a PC-s és Nintendo Wii-s verzió is a piacra került. Az igazán nagy ugrást a HD kiadás jelentette, ezt a remastered verziót már Xbox 360 és PlayStation 3 konzolokon élvezhettük. 2014-ben aztán befutott a PC-s Ultimate HD Edition, 2016-ban pedig a PS4-es és Xbox One-os tábor is belekóstolhatott a kalandba. Végül jött a Switch és az Oculus Quest 2, vagyis a VR formátum. És akkor a mobilos átiratokról még nem is beszéltünk. Mindezek után érezte úgy a Capcom, hogy újra elő kell venni valahogy valamilyen formában a negyedik részt. Egyrészt, hogy megismerhesse egy olyan korosztály is a játékot, akik az előző konzolgenerációkkal maximum a padláson porosodva találkozhattak, másfelől megdobbanjon a szíve a veteránoknak is, akik még szép, hogy ezredszerre is Leon S. Kennedy bőrébe akarnak bújni, hiszen a világ és az elnök lánya nem mentik meg önmagukat. A remake-en abszolút érződik, hogy az annak idején gyökeresen megújult játékmenet minden fontosabb elemét átemelték, de minden gyorsabb, pörgősebb, és ehhez a 60 FPS-nek tűnő, komolyabb harcok hevében is stabilnak mondható képfrissítés is hozzátesz, de nem kicsit. Leon lábon lőheti ellenfeleit, amelyek megtántorodnak, és így közelharci támadásokat is bevihetünk, valamint a blokkolás is fontos szerephez jut az akció során. Igen, ezek már a klasszikus Rezi 4-ben is megmutatkoztak, legalábbis hasonló formában, de sokkal lomhábban, kiszámíthatatlanabbul. Itt a harc kifejezetten szórakoztatónak tűnik, bár ezt kontrollert szorongatva még nem próbálhattam ki, de ha már passzív szemlélőként is így érzem magam a látottak alapján, talán nem is fogok csalódni, és talán ti sem fogtok csalódni, ami sokkal fontosabb. Viszont ami igazán jelentős ugrásnak tűnik a klasszikus játékhoz képest, az az egyértelmű vizuális fejlődésen túl a hangokban érezhető. A lényegesen sötétebb, részletgazdagabb és ezáltal horrorisztikusabb világ még nyomasztóbbá válik, ahogy körülvesznek minket a környezeti zajok, morgások, a gánádok motyogása, a meglőtt ellenfelek húsából előtörő Las Plagas parazita recsegése, elképesztően nyomasztó, akár a falu környékén, akár a barlangokban bóklászunk. A brisa, a brisa, a brisa.
Egy egészen új pályarészt is láthattam itt, nem is spoilereznék nektek többet, de izgalmas jelenetek és logikai feladványok várnak majd ránk ezen a részen is. Marad az írógépes mentés, ha bárkinek lett volna kétsége még ezügyben, és a klasszikus inventory management is, de az írógépeknél saját táskánkat is személyre szabhatjuk, például vicces, csirkés, fityegőt is akaszthatunk az oldalára, és esküszöm nektek nem viccelek, mert hát 2023-ban mi is fejezhetnék ki jobban az egyéniségünket a ránk váró pokolban, mint egy vidám kis figura, mely vígan lenkedez a fegyvertartónk oldalán a halál lehelet jeges fuvallatában. A gyűjtögetés, tárgykeresés és pénz után való matatás továbbra is kiemelten fontos, mivel a minket elszánt kereskedői alázattal követő maszkos fickó itt is hűtársunk, rendszeresen feltűnik majd és vevő minden kincsre, melyet találunk utunk során. Az általa kínált fegyverarzenál és fejlesztési megoldások tárháza viszont bővült, több és színesebb lehetőségünk lesz írtani majd az ellent, ez pedig még dob egy kicsit a játékélményen. Egyébként már az eredeti játékban is erős újrajátszási faktor volt számomra, hogy a legerősebb fintákat megszerezem és kimaxoljam. Bevallom nektek, előre félek, hogy itt mi vár majd rám. Mutattak részeket arról is, hogy milyen Ashley-vel, ugyebár az amerikai elnök elrabolt lányával bandukolni, főképp a Salazar kastélyban, itt is visszaköszönt számos régi játékelem, adhattunk neki parancsot arra, hogy húzódjon biztos helyre a hevesebb harcokban, vagy kövessen szorosan minket, de persze, ha elfogja őt az ellenfél vagy megsérül, gyorsan kell reagálnunk a segítségére sietve. Leon egysorosai persze most sem maradhatnak ki az élményből, én továbbra is a dramaturgiát tartom a Resident Evil széria talán leggyengébb pontjának, így se várjon senki remekül megírt dialógokat, karakterek közti kiváló kémiát, de lássuk be, nem is ezért szeretjük ezt a játékot. Mr. Kennedy, who the hell are you? Me? Oh please, call me Ramon. Ami viszont fontos, az az akció és az eddig minden területen nagyon úgy néz ki, hogy rendben van. A boss fightok is érdekesnek tűnnek, egyedül az R3-mal való védekezés vagy dodge ijeszt meg, de sokkal kevesebb QTE és komplexebb kihívás vár majd minket a jelentősebb összecsapások során. Ha szeretted a klasszikus Resident Evil 4-et, akkor szinte biztos, hogy ezt a felújítást is érdemes lesz majd kipróbálni. Egyelőre nagyon úgy fest, hogy hibátlanul idézi meg a hangulatot, pont annyira kiszínezve, tökéletesítve, ahogy az agyunk szokta eszteni azokkal a régi címekkel, amelyeket imádtunk annak idején. Ez pedig a legjobb kombó, ha egy játék felújításáról van szó. Imádkozom, hogy legyen igazam. Egyelőre csak ennyit tudtunk nektek mutatni és mesélni a Resident Evil 4 remake világáról. Nagyon várjuk már a megjelenést, és persze azt, hogy egy vagy akár több teljes végigjátszás után részletesen mesélhessünk nektek a játékról. Remélem mondanom sem kell, hogy természetesen érkezni fog majd klasszikus írott és videós teszt is. Engedjétek meg azt is, hogy még gyorsan megragadjam az alkalmat, és megköszönjem nektek, hogy már több mint 100 000-en követitek a GameStar Hungary YouTube csatornát, ahogy ígértük, méltó módon meg is fogjuk ünnepelni ezt a mérföldkövet, hamarosan érkezünk a részletekkel, de már annyit most elárulhatok, hogy egy olyan bulit csapunk, ahol jó eséllyel ti is ajándékot kaptok majd. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra, és bökjétek meg a csengettyűt is, hogy értesítést kapjatok legújabb anyagainkról, mondjuk például a Resident Evil 4 remake tesztről. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor ott a csatornatagság és a szuperköszönet funkció, mind a kettőért rettenetesen hálásak vagyunk nektek, és hatalmas szíves bocsokká változunk a végén, ezt érdemes kipróbálni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan újra találkozunk. Addig is minden jót, sziasztok!